Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét hulladék nélküli otthonomban. Ma mosogató szappanokat fogok tesztelni. Kipróbáltam, milyen mosogatni. Nem folyékony mosogatószerrel, hanem szappannal. A tapasztalataimat a honlapon el is olvashatjátok. A mosogatógép mellett kézzel is szoktam mosogatni, mivel a faedényeket, fatálakat, tányérokat, fakanalakat mindig kézzel tisztítom. Szappannal korábban is mosogattam már, méghozzá Marseille szappant használtam erre a célra, amit eredetileg a gyapjú pulóverem tisztításához szereztem be, de a Marseille szappan mosakodáshoz és mosogatáshoz is szuperül bevált. Most azonban lehetőségem nyílt, hogy két olyan kézműves szappankészítőnek a mosogató szappanját is kipróbálhassam, akik itt Magyarországon gyártanak. A mosogató szappanokkal való mosogatáshoz általában mosogató kefét használok, de nyugodtan használhattok luffaszivacsot is, tökéletesen működik ezzel is. Mindhárom mosogató szappan szépen teljesített a poharak esetében, hiszen csillogósan, foltmentesen száradtak meg. Szintén mindhárom mosogató szappanról elmondható, hogy a kezelésüket meg kell szokni. A zsíros edények sem okoztak problémát. A legnagyobb kihívást a szappanok megfelelő tárolása okozta. A Marseille szappannak találtam egy megfelelő méretű kerámia tálkát, a másik két szappanhoz pedig gyűjtöttem kavicsokat, ez került a tálka aljába, hogy a szappan szárazon tudjon maradni. A szappanfalú mosogató szappanját egy következő nap teszteltem. Ilyen natur papírcsomagolásban érkezett. Ezt a papírt akár a komposztálóba is tehetitek. A szappan használat közben csúszkál a kis tányéron, ezért sokkal praktikusabb volt a tenyeremben tartani. Rendkívül jól habzik, sokkal jobban, mint a másik két szappan. Tehát, hogyha valakinek ez fontos szempont, akkor a szappanfalú mosogató szappanja jó választás.
Összességében azt tudom mondani, hogy mindhárom szappannal nagyon jó volt mosogatni, meg kell szokni a használatukat, de egyébként tökéletesen tisztítanak. Az egyetlen, ami a Marseille szappan ellen szól, hogy nem Magyarországon készül. Bátran próbáljátok ki ti is a mosogató szappanokat, meglátjátok, megéri. Osszátok meg velem, hogy mik voltak a tapasztalataitok. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok velem. Ha tetszett az eheti videó, ne felejtsetek el feliratkozni. Egy hét múlva ismét találkozunk, addig is sziasztok!